30 féle családtámogatást kínál a kormány, és az elmúlt év utolsó napjaiban jött a hír, hogy sok minden megmaradt, például a falusi csók, aztán a 30 év alatti gyermeket vállaló nők eszi a kedvezménye, illetve diákhitel elengedése. Szóval lesz miről beszélgetni a most következő percekben. Beneda Attila helyettes államtitkár van itt velünk. Mielőtt belemennénk a részletekbe, egy ilyen rövid összegzést kérnék, hogy most már azért több mint 10 éve, 12 éve látható, hogy melyek a kormányzat szándékai, és egyre bővülnek ezek a család támogatási formák, hogy milyen irányba mutatnak, mi a kormányzat alapvető szándéka ezekkel, mert hát ez sok pénzbe kerül. 2010 óta családbarát fordulatot hirdetett a kormány, és évről évre különböző családtámogatásokkal igyekszik segíteni, támogatni, erősíteni a családokat. Azt hiszem, hogy a mostani időszak és ez a mostani évkezdet jelzi talán a legjobban ennek a szándéknak a komolyságát, valóságát, hiszen akkor, amikor a gazdasági helyzet sokkal megengedőbb, sokkal könnyedebben lehet különböző új támogatási elemeket bevezetni, akkor is igyekeztünk ezeket mindig kihasználni. Most viszont, amikor egy válságos időszak van, háborúsodott a COVID utáni időszak van, energiaválság van, ennek ellenére nem csak, hogy megtartottuk az összes eddigi fontos családtámogatást, hanem még sikerült január 1-től több újat is bevezetni. Azt hiszem, hogy ez nagyon egyértelműen mutatja a kormánynak a szándékát, hogy egy komplex, rugalmas célzott családtámogatás rendszer alakulhasson, még tovább fejlődhessen, még tovább. Egyedülálló ez a rendszer az egész világon. Meg lehet azt összegszerűen határozni, hogy mennyit költenek idén családtámogatásokra? A leghelyesebb talán, hogyha nem az összeget mondjuk, hanem a GDP arányos részesedést, hiszen ez az, ami más országokkal, akár nálunk fejlettebb, akár nálunk szegényebb országokkal összehasonlítható. 5% körül van a GDP arányos részesedése a családtámogatásoknak. Egész Európán a balrendszer egyedülálló. Egyedül a francia rendszer az, amelyik lépést tud velünk tartani, de az utóbbi esztendőkben már őket is magunk mögé utasítottuk. Említette, hogy az idei esztendő is új intézkedésekkel kezdődött. Nézzük akkor ezeket, mit kell ezekről tudni nagyon röviden. De a legfontosabb célkitűzéseink egyike az, hogy a nők, a családok, az édesanyák akkor szülhessék a gyermeket, amikor valóban ők szeretnék, ne legyen semmiféle kényszer, se gazdasági, se munkahelyi kényszer. Mi a szabad választást, a szabad döntés lehetőséget igyekszünk ezekkel a családtámogatásokkal biztosítani. Az egy nem kedvező tendencia az egész nyugati világban, és így sajnos Magyarországon is, hogy kitolódott az első gyermekvállalás időszaka. Részint kulturális okokból, részint a munkahelyi helyzetek miatt. Ebben szeretnénk egy segítséget adni azoknak a családoknak, azoknak az édesanyáknak, akik szeretnék hamarabb megszülni az első gyermeküket, és ez a mostani intézkedés is ezt a célt szolgálja, tehát hogy 30 év alatt, hogyha új gyermek születik, akkor az édesanyja a 30 éves koráig személyi jövedelemadó mentességet élvez. Ez egy gyereknél is érvényes? Ez a előremutató intézkedés, tehát minden gyermeknél érvényes, tehát hogyha új gyermek születik, és itt igyekeztünk azért az egyéni élethelyzetekre is tekintettel lenni, hiszen nem csak a házasságban élő édesanyákra, hanem azokra is, akik adott esetben már elváltak, hogy együtt nevelik a gyermeküket, azokra is érvényes, sőt, mint ahogy minden családtámogatás, amit az utóbbi esztendőkben bevezettünk, az örökbefogadott gyermekek is érvényes, hiszen a gyermekeknél azt hiszem, hogy a legfontosabb célkitűzés az, hogy családban
nevelkedhessenek, ezért az örökbefogadó gyermekekre is érvényes ez a kiterjesztett családtámogatás. Ugye meghosszabbították a falusi csókot, a babaváró hitelt, hát itt jelentős összegekről van szó, mert a babaváró hitel, ha jól tudom, 10 millió forint rögtön kezdésként, de visszatérve a 30 év alatti gyermeket vállaló nőkre, itt a diákhitel elengedés az, ami új elem január 1-től. Ez kikre, hogyan vonatkozik? Itt a diákhitel elengedés, ez a második olyan intézkedés, ami most január 1-től lépett életbe. Ez azokra a nőkre vonatkozik, akik tanulmányaik alatt, vagy azok a befejezését követően 2 éven belül gyermeket szülnek, ott a kormány elengedi, átveszi a teljes diákhitel tartozást, a tőketartozást ezeknek az édesanyáknak az adósságából. Korábban is volt egy ennél enyhébb támogatás, hiszen ott a második gyermek megszületése után megfeleződött, és csak a harmadik gyerek születése után került sor a teljes elengedése, de itt szintén próbáljuk azokat segíteni, akik tovább tanulnak, akik diplomát szereznek, azok se szenvedjenek hátrányt ebből a szempontból, tehát legyen egyfajta támogatási lehetőség az ő számukra is. Van vagy volt olyan támogatás, aminek a határideje tavaly decemberben lejárt? És ezekkel mi lesz, ha van ilyen? Több ilyen is volt. Ezeket a családvédelmi akcióterv keretében határoztuk meg. Azt hiszem, hogy talán a legkevesebb először arról beszélünk, ami ennek az akciósornak, ennek az intézkedés sornak a zászlós hajójává vált, a babaváró támogatás. Ezt a családtámogatást a kormány úgy döntött, hogy 2024. december 31-ig változatlan formában meghosszabbítja. Ugye egy nagyon-nagyon széles körű otthonteremtési családfejlesztési támogatásrendszerünk van. A babaváró támogatást pont azért hoztuk létre, hogy legyen egy olyan szabad felhasználású lehetőség, ami hát egy 10 millió forint, ami egy komoly tétel, amit a családok, a párok arra használhatnak, amit szeretnének. És ugye itt egy maximum 10 millió forint szabad felhasználású kölcsönről van szó, amit gyakorlatilag 50 ezer forintonként maximálisan elkezdenek törleszteni, de itt is megmaradt annak a lehetősége, hogyha 5 éven belül megszületik az első gyermek, akkor 3 évre felfüggesztődik a törlesztés, második gyermek megszületésével a tartozás 30%-át, ha a harmadik gyerek is születik, akkor pedig a teljes összeget átveszi a kormány. Mi az, ami még, aminek a határideje lejárt, vagy megszűnt? Ugye a falusi csóknak szintén változatlan feltételekkel megmaradt a rendszere. Itt nagyon fontos az látni és tudni, hogy körülbelül az ország egyharmada falun és kis településeken él. Az ő számukra meg kell teremteni azt a különleges támogatási rendszert, és ebben nagyon nagy lépéseket tettünk az utóbbi esztendőkben, amik az ő helyben maradásunkat, a helyben boldogulásukat segíti. Tehát ez a családi otthonteremtési kedvezmény, ez maradni fog. Ugyanakkor meg kell említeni azt is, hogy a kormány úgy döntött, hogy miután a nagycsaládos autók tekintetében egyszerűen itt a csiphiány és egyéb más szállítói láncok miatt ma már egy évet is kell várni a személygépkocsikra. Ezt legalább egy esztendőre felfüggeszti a kormány ezt a támogatást, és majd meglátjuk, hogy alakul, hogy ha igen, akkor milyen módon és mikor lehet visszaépíteni, hiszen nagy érdeklődés volt, és a családoknak ez is egy nagyon nagy segítség volt. Érdemes még megemlíteni az otthonfelújítási támogatást, amit tudtuk jól, hogy december 31-ével lejár a határideje, de itt is tettünk egy kivételt, hiszen szintén itt az ellátói oldalról napelemeknek a beépítése, cseréje, korszerűsítése, olyan energetikai célkitűzés a családtámogatás mellett, amit mindenképpen hasznosnak ítélt a kormány, és éppen ezért itt március 31-ig meghosszabbította ezeket a támogatásokat. Nyilván itt már beadott igényekről van szó, de úgy gondoltuk, hogy ne legyen az egy akadálya annak, hogy a családok korszerűsíteni tudják az energetikai rendszereiket, mert esetleg a hálózatba való kapcsolódás vagy éppenséggel a technikai feltételek ehhez még nem adottak, de hát sikerült ebben is egy ilyen erőlépést
készítenünk. Hadd kérdezzek egy picit általánosabb dolgot ezzel kapcsolatban, mert azért magánbeszélgetéseken, de a sajtóban is sokszor szóba kerül, hogy igen, 12 éve létezik, most már több mint 30 féle családtámogatási formát kínál a kormány, és kétségtelen, hogy ösztönzi az embereket, a fiatalokat arra, hogy gyereket szüljenek, és minél többet, és hogy önálló lakáshoz jussanak. Csak hogy ezeket a gyerekeket fel kell nevelni, ez később is sok pénzbe kerül, konfliktusba kerülhet a munkavállalás, a gyereknevelés, stb. Szóval, hogy ez csak a fiatalokra vonatkozik kifejezetten, vagy ön szerint ez egy hosszabb életpályán elkíséri az embereket? De az az igazság, hogy az alapvető célkitűzésünk az, hogyha egy munkaalapú társadalomban létezünk, már pedig minden szándékunk ebbe az irányba megy, akkor csak erős családokból állhat össze egy erősebb nemzet. Hogyha a mostani időkre vetítjük ki, akkor hiszem, ez talán még inkább igaz, és itt az egész életutat igyekszünk figyelembe venni, hiszen az eddig említett támogatások közül is a különböző élethelyzetekre igyekszünk reagálni, reflektálni. A nagyon szélesen által is említett több mint 30 tételből álló családtámogatási rendszerükben épp úgy van olyan segítség, ami a gyermekvállalást ösztönzi, segíti, hogy a várt, kívánt gyermekek megszülethessenek, de azok az adókedvezmények, amikről most is beszéltünk, azok azért éveken keresztül segítik a családokat, hogy ne mondjam, a 4 gyermekes édesanyák SZIA-mentessége egész életükön keresztül tart, tehát ez a fajta anyagi támogatás és segítség, ez különböző életszakaszokban is van, és ne feledkezzünk el az idősekről sem, hiszen az ő életük, az ő munkájuk, az ő tapasztalatuk, bölcsességük, az mind-mind segít minket abban, hogy azt az életet élhessük, amiben éppen létezünk, és erről soha egy pillanatra nem szabad megfeledkezni, segítenünk, támogatnunk kell őket is. Ennek nyilvánvalóan az egyik legkiemelkedőbb tétele a nyugdíjrendszer. Ha azt vesszük, hogy októberben 170 ezer forint volt valamennyivel, éppen csak az átlag nyugdíj, ez januárban a kiegészítő emelésnek és a januári nyugdíjemelésnek következően már 200 ezer forint fölé megy. Gyakorlatilag 2010-hez képest már több mint 90%-kal emelkedett a nyugdíjak összege, ami azt hiszem, hogy sok mindent elmond, de természetesen az idősekről is nem csak a nyugdíj tekintetében kell gondolkodni, hanem az élethelyzetükből adódóan segíteni kell őket a társadalomban való létezéshez, a munkához, az aktivitáshoz, és éppenséggel az előző hetekben adtuk át az idős barát önkormányzati díjakat, vagy említhetjük a formálódó demencia akciótervet, amik mind-mind az idősek társadalmi helyzetére próbál reagálni, tehát életútban igyekszünk meg határozni és definiálni a családokat, és az életút során igyekszünk minden segítséget és támogatást megadni ahhoz, hogy boldoguljanak, hogy erősödjenek, hogy a lehető legjobb életet éljék mostani időszakban.